Győrben a Rómer házban lépett fel a Leander Rising zenekar. Ebből az alkalommal egy pár kérdést fölstennénk a srácoknak. Milyen volt a színpadról a közönség? Hogy tetszett a koncert? Brutál jó volt, a közönség az jó volt. És a hangzás? Hangzás az kifelé állítólag jó volt. Hát hangosak voltak a gitárok a színpadon. Egyébként meg biztos jó volt, tehát így nem tudom. De igen, jó volt, faszom volt. Nem, tényleg egyébként jónak kellett volna, vagy lett volna, vagy az volt? Az volt. Na jó, köszi, akkor jó volt. Jó volt. Na, föntről nehéz volt megállapítani, mennyire jó. Tőletek is megkérdezem, hogy mennyit ad nektek az, hogy nem csak egy turnéztok, hanem ugye két zenekarral együtt. Kurva sokat. Hát ezekkel az örültekkel. A PMP Blind Mice-el brutál jó. Mit tennünk idénre? Hogy? Mit se látni idénre? Főleg nyárban. A nyár az ilyen fesztiválokkal, meg mindenféle kellemes dolgokkal fog telni. Játszunk is majd. Háló, tessék! És szórakozunk sokat. Igen. Velük is majd még játszunk. Meg mondjátok még ti is valamit, hogy mit fogtok csinálni a nyáron. Én például is... Randolni, labdázni. Fogok utazni. Gitártúrozni is sokat fogok, azt is tervezem. Gitártúrozni. Ezt nem szoktatok? De. Én gitártúrozni rendszeresen csinálom, jól esik. Az előbb az apit láttam túrozta a gitárját ilyen rongyal. De igen, ilyesmik lesznek a nyáron. Teljesen frankó. Szerintetek mennyit adott az, hogy a dalban szerepelhettetek így a közmédia által azért egy nagyobb vonal? Semmit! Megismerheted? Semmit. Én nagyon jól szórakoztam. Tök jó volt, meg lett új pólónk ezáltal. Ja. Mert a Jazzy-nak volt egy improvizatív beszólása. Várjál, ezt nem értem, hogy lehet? Hogy lehet? Ki az, hogy terhes vagy? De ha számot vetünk, akkor pozitívba vagy negatívba? De ha ez az élet? Kurva jó. Tehát így... Öt forintot ér az egész. Igen. Szóval jó volt. Sokan látták a műsort, meg sokan gratuláltak. Rádióban is, ugye főleg az akusztikus dal az, ami így ezáltal végül is bekerült. Tök jó gondolat, hogy és nem tudom közölni. Nekünk is jól esett az, hogy a közönség akusztikus szavazásunk kezdett meg aztán győztesnek. Mindenképpen sokat hozott. Ha már a médiánál tartunk, akkor nem lehet nem megkérdezni, hogy Megmerem. Megmerem. Hogy mennyit ad, vagy mennyit veszel, hogy Attila arcát azért ismerik a kereskedelmi csatornából. Hát én is ismerem. Hát, de te itt vagy minden nap mellette. Nekem sokat ad. Tehát egyrészt a kérdések megkérdezni. Most már Ági Péter sajtófőzőt kell megkeresni. Ez a hivatalos válasz. Bocs. De a srácoktól kérdezem most, tehát ők nem tudtam, hogy Peti alá. Megmondom őszintén, nem nézem ezt a műsort, tehát nem tudom. Vagy nem tudom, hogy mennyit ad. Legyél meg ilyen bukó! Nem, tényleg válaszol még eredet. Ja, erre válaszol. Kell, hogy meghatalmazás kapjanak. Ja, de mindegy, a lényeg az, hogy fórumokon. Tök jó, hogy ismerik az ő arcát is, a Leanderét is, a Béláit. Ennyi évet, honnan? Is. Nem tudom, mert láttak a tévében. Pornó szakmából? Mennyit jelent nektek például a most nagyon divatos Facebook, YouTube, tehát ezek közösségi médiák, ahol azért sokkal egyszerűbben el lehet adni a bizonyos zenéket, dalokat. Ez segít, vagy inkább hátráltat? Mindenképpen segít, meg divatos, ahogy mondod. Hát ez eléggé telített lett ez a dolog. Mi a mi sikerünket az segített az elején, hogy az elején kaptuk el ezt a Facebook, YouTube kört. Ám most már ez tényleg egy sokkal nagyobb szegmenset átfog ez az egész dolog, és gyakorlatilag mindenki, akinek van egy darab telefonja és egy darab hangkártya, az már tud dalt csinálni, videót csinálni, tehát telített. És a lényeg az, hogy azt tud kiemelkedni ebből az egészből, aki tényleg valami olyan unikumot tud csinálni, amire azt mondja a közönség, hogy azt a kurva, ezt nézd meg! Ez működik. Mert sok jó zene van a YouTube-on, az jó.
hogyan dőlen látok, hogy egy-egy dalhoz a szöveg az angolul fog szólni, vagy magyarul? Az teljesen eszetlenül történt. Alapvetően angol, vagy magyarul kellett volna az összeset. Az első lemez az teljes mértékben lele fordítva angolul. Volt egy pár dal, ami angolul akart megszületni, de lehet, hogy magyarul kellett volna. Bár egyébként pont azt néztem, ma is ilyen Reborn angolul van, és ugyanúgy éneklik, mintha magyarul lett volna. Tehát, hogy 2015-öt írunk. Attól függetlenül úgy gondolom, hogy... Ez a mi anyanyelvünk, ezzel tudunk azonosulni, már a magyarok. Angolul sokkal könnyebb szóval írni. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a lehető legjobb dolog az, hogyha a saját közönségünknek magyarul írjuk a dalokat, emellett megcsináljuk angolul is, és ezzel próbálkozunk külföldön. Akkor külföldi, én azt akartam kérdezni, hogy hogy álltok a külföldi fellépések, külföldi megjelenésekkel? Mit lehet erről tudni? Igazából felvidék, délvidék, környező országok azok rendszeresen megvannak, tehát szoktuk az elkerülni. Most alapvetően a magyar nyelvű területekre tartom fel, hogy az működik, nagyon hálás az emberek. De elvileg tavasszal kijön egy angol EP. Kijön egy angol EP tavasszal. Azzal támadunk a skandináv országokba. Abból rengeteget szeretnénk eladni majd, és kurva gazdagok szeretnénk lenni. És reméljük, hogy ezt a külföldiek fogják kifizetni nekünk. Utoljára az Eurovízión volt ennyire határozott. Mennyire mások a határon túli fellépéseitek, mint a határon belüliek? Tehát mennyire más a közönség, mennyire más a lehetőség, a helyek? Tehát... Semmilyen szempontból nem érzünk különbséget. Ugyanaz. Egyébként határon túl sokkal vendégszeretőbbek az emberek. Akármikor, amikor oda megyünk, valami házigulyóba kötünk ki, és van zsíros kenyér, meg házi pálinka, vagy ilyenek. Az mindig van. Nehéz dolgozni. Videóklip, következő albumról esetleg valamit csökkentetni. És a 27 évre tervezünk egy klipet egyelőre ennyi. És arról lehet tudni valamit, hogy ilyen koncepció alapján? Nem. Semmit nem mondhatunk el. Nagyon egyszerű lesz. Ám nagyszerű. Szerintetek mennyire tud felfutni ebben a zenei stílusban ez a banda itt jelenleg most 2015 után? Úgy gondolom, hogy kifeszítettük az aktuális határainkat abban, hogyha a mai rockzenei szerető közönségnek az aktuális generációjához sikerült eljutnunk. Hát szórakoztató emberek vannak azért. Ám úgy gondolom, ahogy például vegyük a tanksabdának a példáját, tehát hogy ők is a saját generációjuknak. Saját generációjuknak kihoztak a legtöbbet. Semmi szokatlan nincs. Viszont sok generáció keresztül vitték a dalaikat tovább, sok lemez megírtak, és emiatt több generáció tudott felnőni, így van hatalmas közösség. Csak egy példa. Tehát reműködőkkel esetleg gondolkodtam, hogy közös zenéket gyertek, akár az itt lévő zenekarokkal, akár más előadókkal. De mi folyamatosan versenyzünk, amúgy a lemezen sok közreműködő van, például Kálai Ernő, aki Isaac Perlmannak volt a tanítványa New Yorkban. A hegedűs. Igen. Ő egy, a világon az egyik legjobb hegedűs. Az ő tanára a Schindler listájában ő hegedű például. Zseni a csávó. Érdemes meghallgatni. Köszönjük szépen a választat, és további sok sikert van a választat. Köszönjük szépen!